Domján Sándor mezőgazdasági szakemberrel arról beszélgettünk a karcagi határban, hogy az enyhetél miként hatott a kultúrnövényekre, és mi várható a következő napokban. Domján Sándorral, a Kunargó 21 Kft. Főmérnökével arról beszélgettünk a határban, hogyan sínlették meg a növények az enyhetelet, és mi várható. Egy olyan télnek lejárunk a vége fele, hiszen azért még nincs vége ennek a télnek, ami kicsit volt csak klasszikus. Szerencsére volt egy, talán, ha akarjuk, kettő hét olyan, ami télre hasonlított, tehát a többi része az egyáltalán nem. Akkor szépen is nézett ki a határ, volt egy pici hó, sokkal többre lett volna szükség, és a fagyra is sokkal többre lett volna szükség. A kártevő kórokozók gyérítésében nagyban segítkezett volna ez a gazdáknak. Hát ez most megint elmaradt, mint az előző években, tehát ez azt fogja jelenteni, hogy magasabbak lesznek a költségek, nagyobb odafigyelést fognak igényelni a növények. De hát ezért vagyunk gazdálkodók, hogy erre figyeljünk. Nálunk sosem áll meg az élet, hiszen állattenyésztésünk is van, sőt újra egyre nagyobb mértékben van állattenyésztésünk, sertéstartó gazdaság vagyunk, nem csak Karcagon gazdálkodunk, de itt Karcagon is újra benépesítettünk már két sertéstelepünket. Itt mi csak hízlalunk, a más telepeinken előállított malacot szállítjuk ide, és azokat hízlaljuk meg. Mi almos tartásra álltunk át, mert hisszük és valljuk, hogy a természetes tápanyag visszapótlás, tehát az almos szelves trágya, az a legtökéletesebb tápanyag visszapótlás. Azzal lehet legjobban serkenteni a talajéletet. Természetesen mi is rákényszerülünk műtrágyára, illetve egyéb anyagokra, de ezzel kiegészítjük. Egy kicsit a mezőgazdaság kettőségét is próbáljuk ezzel kiegyenlíteni, hiszen most ebben az évben, az elmúlt évben az árakat nézem, akkor nagyon jó volt növénytermesztőnek lenni, és nagyon rossz volt állattartónak lenni, hiszen a sertés ára lefele, nagyon durván lefele tendál, a termények ára pedig fölfele, de hogyha mindkettőt csinálja az ember, akkor azért tud nivellálni, tud egy olyan egyensúlyt kialakítani, ami biztonságossá teszi a gazdálkodást, és hát azért itt a karcai gazdáknak van még egy óriási lehetősége, akik az OSAN háztáji sertés programban részt vesznek. Ők azért most is jelentősen magasabb árat kapnak az előállított sertéseikért, mint az igen alacsony pillanatnyilag kialakult piaci ár. Az esős idővel évvégén küzdöttek a gazdák a betakarítás, a talaj előkészítés és a vetés idején is. Az esős időjárás miatt a gazdálkodók küzdöttek a talaj előkészítéssel, küzdöttek az ősziek vetésével, vagy nagyon korán sikerült elvetni, vagy nagyon későn sikerült elvetni, akár az őszi kalászost, akár a repcét, még egész késői próbálkozások is voltak a klasszikus időtől eltérően. Én szurkolok annak is, aki így vetett, hogy legyen neki is egy jó közepes termése. Csúcs termés az már emiatt azért nem lesz, de legyen egy jó közepes termése, hiszen mindenkinek az a jó, hogyha boldogul a gazdatársadalom. A végén az élelmiszerek ára is úgy elfogadható, hogyha megfelelő a termésszint. Az előzetes tervezéshez nagy segítséget ad a Karcagi Kutatóintézet Liziméter parkja is, amit jobban figyelnie kellene a gazdáknak. Mert sajnos nem tudja mindenki, hogy itt van egy nagyon jól működő Liziméter park, amivel nagyon jól lehet azt látni, sőt pontosan lehet látni, hogy a növények, illetve a talajfelszíni párolgás és a csapadék milyen arányban van. Tehát, hogy mínuszban vagyunk, egálban vagyunk, vagy pluszban vagyunk. Ezek az adatok szerintem szükségesek ahhoz, hogy a legokszerűbb talajművelést tudjuk alkalmazni évente, hiszen ez évente változik, hogy mi erre van szükség. Tehát én nagyon örülök, hogy van egy kutatóintézetünk, nagyon örülök, hogy marad egy kutatóintézetünk, és örülök, hogy folytatni fogják ezt a munkát, de ez csak az egyik ága a munkájuknak, hiszen ne felejtsük el, hogy számos kalászos fajtája van ennek az intézetnek. Ők nemesítették, ezen a talajon nemesítették, annyira ebbe az éghajlatba, hogy itt helybe, de beszélhetünk itt a bükkönyfélékről, beszélhetünk a cirokfélékről, illetve a szudáni fű és a cirok hibridjeiről.
nagyon jó hozamú, nagyon jó minőségű fajtákkal rendelkezik a Karcagi Kutatóintézet, és hát örömemre szolgál, hogy a karcagi gazdák ezt honorálják is azzal, hogy el is vetik ezeket a magokat, mi magunk is szoktunk vásárolni ezekből a vetőmagokból. A KFT is az ottani vetőmagot vásárolja területeire.